Játék, alkohol és drogfüggőségről készítettek fiatalok kisfilmeket az EGRI kábítószerügyi egyeztető fórum pályázatára. 6 alkotás érkezett a különböző témákban, és szerdán hirdették ki a nyerteseket az Uránia Mozik Kamara termében. A 13 éves Kovács Dominik Péter Játékidő című alkotása lett az első helyezett. Van egy pár ismerősem, aki ebben úgymond szenved, hogy játékfüggőség, és inkább leülnek a gép elé játszani egész nap, mint hogy kimenjenek, és igazából ez alapján választottuk meg. A legtöbb fiatal pályázó saját élményeiből merített ihletet a kisfilmek elkészítéséhez. A téma bemutatásának módszere az főleg emlékekből jött. Ugye általában az emlékezetemben élő lecsúszott embereket és drogfüggőket próbáltam egy kicsit portrézni, illetve használtam mintákat olvasmányokból is. A videópályázatra az EGRI KEF a 12 és 20 év közötti fiatalokat igyekezett megszólítani, azzal a céllal, hogy lássák ők, hogyan vélekednek, illetve hogyan látják a különböző függőségeket. A kisfilmek, mivel ennyire jól sikerültek, azt tervezzük, hogy a KEF tagszervezetei a különböző kitelepülések alkalmával, prevenciós foglalkozásokon felhasználják majd ezeket, akár a fiatalok körében, akár a szakemberek érzékenyítése során. A kábítószerfogyasztás elleni küzdelem nemzetközi világnapján június 26-án hirdették ki a nyerteseket, akik értékes elektronikai eszközöket kaptak.